Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A három kérdőjeles jóslás május 21-én. Az első kérdés az lenne, mik az ő gondolatai és tervei. Erre kivetem most ezt a kártyát. A második kérdés pedig az lenne, hogy milyenek az ő érzelmei. És a harmadik kérdés pedig, milyen lépéseket tesz irányotokba, vagy mit szeretne közölni veletek. Ehhez jön még egy mai napi lap is. Az első kérdés az volt, mik az ő gondolatai, tervei. Itt ez az arany érem áll a középpontban, és ő ezt tartja a kezében. Tehát az anyagiak fontosak jelen pillanatban, de a munkája és a hivatása is, mert ez kapcsolatban áll. Azon kívül ez az érem mutatja a föld elemét, a biztonság érzését. Nem csak a vagyoniakat, hanem a biztonság érzését a párkapcsolatban. Mert neki ez értékes, és ezt ő tartja a kezében. Tehát neki ez fontos, ez áll most a középpontban. Ez a híd arra utal, hogy most egy átmeneti időszak van. A második kérdés pedig az volt, milyenek az ő érzelmei. Ez a kehely az érzelmeket szimbolizálja. Tehát neki vannak érzelmei hozzátok, viszont ez a tartás arra utal, hogy ő várakozik, vagy lenyomja ezeket az érzéseket, nem beszél róla. Amit én gondolok, hogy ő várakozik, és szeretné azt hallani, hogy kezdjetek ti az érzésekről beszélni, a ti érzéseitekről. A harmadik kérdés pedig az volt, mit közöl veletek? Milyen lépéseket tesz irányotokban? Mi várható a napokban? Ezt mutatja ez a kártya. Ő szeretne találkozni veletek. Lehet, hogy még várakozik. Vár arra, hogy ti hívjátok őt meg, vagy ti mondjátok azt, hogy szeretnétek vele találkozni. De én azt ajánlanám, hogy legyetek visszahúzódóak. Mert meg kell, hogy tanulja azt, hogy végre az érzelmeiről beszéljen. És ennél a kártyánál a kartok jelzik a levegő elemét. Ez nem csak a könnyűségekre utal, hanem a beszélgetésekre is, a kommunikációra. Ő akar veletek találkozni, akkor mondja ki azt, amit akar. A napi kártyát ez a kép mutatja. Egy barátság befejeződik, vagy egy régi barátság visszatér az életben. És ez volt a három kérdőjeles jóslásom, egy általános jóslás. Természetesen megvan arra a lehetőség, hogy egy ilyen személyes jóslást kérjetek tőlem. Ez egy videó felvétel, természetesen név nélkül. A díjam 3500 forint. Vagy hívhattok telefonon, a telefonszám 06 90 900 909.
Köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra! És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!